és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap, Advent második vasárnapja ótestamentumi igényét, amint Malakiás próféta könyve harmadik részében, a 14. verstől a 20. versig van megnyilva. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, hogy bűnbánatban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztenők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregeknek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelőt és az őt nem tisztelőt között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket, az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Amen. Kedves testvéreim! Kiábrándult, panaszos szavakkal kezdődik mai ünnep. Hiába való az Istennek szolgálata. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott? Ezek az emberek igazságot kerestek, és nem találtak. És nem csak földi igazságot kerestek, hanem mennyeit is. És nem találtak mennyei igazságot sem. Úgy látták, hogy Isten se jutalmazza az embereket az ő hűségükért, szolgálatukért, és nem bünteti az Istent megvetőket az ő bűneikért. Úgy látták, hogy nem csak emberek, földi hatalmasságuk, hanem Isten is igazságtalan. Ha pedig ő is igazságtalan, akkor hol lenne igazság? Nincs igazság se földön, se égen. Nem idegen mi tőlünk se az ilyen gondolat, hiszen mi is gyakran keressük az igazságot a magunk vagy a mi környezetünkben ismert emberek életében, és ez az igazságkeresés bennünket is olyan gondolatokhoz vezet, mint a próféta kortársai, amilyenekkel foglalkoztak. Hányszor mondjuk egy-egy súlyos betegségben szenvedő, vagy más terhet hordozó, balsorsot szenvedő embertársunk fölött, hogy miért bünteti ezt az Isten? Hiszen soha senkinek nem ártott, hanem mindig másokon inkább, ha tehette, segített. Nem csak a magunk életében kívánjuk így érvényesülni az isteni igazságot, hanem sokszor mások életében, és nem látjuk érvényesülni. És ugyanúgy sokszor megtorpanva állunk azelőtt, hogy milyen büntetlenül lehet Istent csúfolni, kevékedni Istennel szembe, és a maga nagyságát hirdetni egy-egy embernek. És nem sújt le rá Isten haragja, és nem pecsételődik meg az ő bűnös útja. Mondom, ma is nagyon általános az, hogy amikor fölvetjük a kérdést, hogy hol az igazság, azt feleljük rá magunkban, vagy nyíltan is, hogy nincsen igazság.
embereknél sincs, és Istennél sincs. Bizony az igazság nagyon sokszor nem található, különösen is nem található a mi elvárásaink szerint. Az Isten szolgálókat jutalmazó és az istenteleneket büntető igazság nem található. Isten igazsága nem fér bele a mi sémáinkba, kategóriáinkba. Nem fér bele a mi emberi mértékeinkbe. Jézus is Isten igazságát feljebb való igazságnak nevezi a hegyi beszédben. Azt jelenti ez, hogy túlmutat a mi mértékeinken, és sokszor megcsúfolja, megcáfolja a mi ítéleteinket. Isten útjai magasabbak a mi útainknál, és gondolatai a mi gondolatainknál. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az Isten útjai a mi útainknál, és az Isten gondolatai mi gondolatainknál. Azt hiszem, ezt is jelenti az, hogy Jézus feljebb való igazságnak nevezte az Isten igazságát. Időben se alkalmazkodik Isten a mi elvárásainkhoz. Mi sokszor siettetnénk az Istent, siessen segítségül, és nem siet. Vagy siessen büntetőül, és nem siet. Hányszor kell látnunk, hogy az Isten tud várni, és a mi szempontunkból sokszor késni lát. A mai igény mégis azt mutatja, hogy Isten számára nem elfelejtett, és nem elhanyagolható, amikor emberek igazságot keresnek. Azt mondja a próféta, amikor arról beszéltek egymás között az Isten félők is, hogy van-e igazság a Földön, akkor Isten figyelt és meghallott. Odafigyel Isten az emberek igazság keresésére. Elolvassa emberek szíve mélyén a vágyat arra, hogy az ő igazsága érvényesüljön. És amit ő meghallott, meghallgatott, azt teljesíti is. És ebben a mai profétai igében éppen arról van szó, hogy az Isten teljesíti a szívek vágyát abban a tekintetben, hogy legyen igazság, és megszűnjön az igazságtalanság. A jelen igazságtalanságával szemben utal az ítélet eljövendő napjára. Ezzel szinte Isten korrigálja az igazságtalanságot. Az utolsó ítélet, amiről több renden szól az ótestamentumi proféciák sora is, de Jézus is úgy hivatkozik, mint az igazság érvényesülésének a napjára. Amikor majd elveszi büntetését minden hamisság, megszégyenül minden fönnhéjázás, és tanástalanná lesz minden emberi bölcsesség, és igazolódik minden hit és benne vetett bizalom. Sokan nem tudnak megbarátkozni az ítélet gondolatával, mint az igazság korrekciójával se, az se fér bele elképzelésükbe, vagy gondolatrendszerükbe. Ám az ítélet tagadása az igazságtalanság állandósítását és szentesítését jelenteni. Isten az igazság után szomjazóknak beszélni kezd ama napról, amikor majd a magukat elfelejtetnek hívők kétség kívül tulajdonává lesznek. Könyörületességet tapasztalnak, kiábrándulásuk panaszaik ellenére is. Akkor majd meglátszik a különbség az igaz és a bűnös között. Akkor majd könyvek nyittatnak meg a kegyelem háztartásának a följegyzéseiről, és lesznek beírtak az élet könyvébe, akiknek nem árt
a megsemmisítő pusztulás, a halál. De lesz ítélet a kevény és gonosztevő fölött. Akkor majd nyilvánvalóvá lesz, hogy mégse boldogok a gonosztevők és az Istent kísértők. Megérkezik a késni látszott ítélet is. És megérkezik a késni látszott igazság is. Felragyog majd az igazság napja számotokra, és sugarai gyógyulást hoznak, ígéri az Ótesztamentum profétája is. Az adventi profécia Jézusba jövendöli az igazság napjának fölragyogását. Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak. Olvassuk Lukács evangélium első részének 78.-79. versében. Erről szól egy ifjúsági énekünk is, kifejezve a gyógyító sugár üdvös hatását egyéni és közösségi életünkben. Az Atya olyan, mint a fényes nap, életet, fényt, meleget ad. Válogatás nélkül árasztja ránk mindenkit szerető jó atyánk. A fiú olyan, mint a napsugár, az Atya küldi és a földre száll. Mindenkihez eljut, mindent beragyog, általa kapjuk, amit atyánk adott. Ha vállalod azt, hogy tükör leszel, ha vállalod szívvel, lélekkel, szolgálod bátran a napsugarát, általad szebb lesz az egész világ. Ámen. Imádkozzunk. Jézusunk, áldunk téged azért, hogy te az igazság napja vagy. Fölragyogtál már az első adventen, de sugaraid azóta is hozzák a fényt ebbe, ami sok szomorúsággal, kétkedéssel, panasszal és bizonytalansággal teli világunkba. Köszönjük, hogy a mai igében is hirdeted a nap fölkeltét, a világosság győzelmét minden sötétség felett. Elhozod az igazság napját minden benned hívőnek, neked engedelmeskedének örömére és boldogságára, de minden gonosz és ellened lázadó megbűnhődésére. Könyörülj rajtunk, és tégy bennünket tulajdonoddá. Hadd érvényesüljön életünkben váltságműved. Tisztítson áldozati véred, éltessen szent lelked, és lelkesítsen a te várásodra, eljövendő napod kívánására. És kegyelmet tartson meg az utolsó nagy próbán is, és vigyen be a te országodba. Ámen.